hajdanában nagyapám vendéglőjében, az amerikai kocsmában azért gyűlt össze a falu, hogy az Amerikából érkezett leveleket meghallgassa, kezdte Pál úr, a filmrendező, miközben bekapcsolta palatábla alakú gépét, ami telefon volt, számítógép és persze fényfölvevő is. Egy borítékban ugyanis többen is írtak, hogy megtakarítsák a postaköltséget. De egyúttal kíváncsiak is voltak egymás üzeneteire. Szépasszony föladta a teát, Pál úr pedig folytatta. Ezt az e-mailt 132 magammal kaptam egy számomra ismeretlen pacáktól. Halljuk, kedves kertlakók! Eléggé csalódott vagyok, mert hétfőn, amikor lelkesen mentünk volna, hogy szombaton nagy szervezkedéssel, Kölcsönkocsi, Obi, stb. Megszerzett 40 liter marha trágyánkat beforgassuk a földbe, a trágyának csak hűlt helyét találtuk. Nem tudom, ki gondolta, hogy azt éppen neki tettük oda, de nagyon kérem, hogy lehetőleg egy-két napon belül pótolja vissza a trágyát, mert így nem igazán tudunk haladni a kerti munkálatokkal. Ha megvan, lehetőleg írja rá nagybetűkkel, hogy D3. Erkel rendő, hogy másnak is hasonló ötlete támadjon, és dobjon már egy e-mailt nekem. Üdv, Teheráni Sándor és Senon Jos D3. Kedves Teherányi és Jos, átérzem a 40 liter marhatrágya elvesztése miatti bánatokat. Tekintettel arra, hogy a Blahaluza téren lakom, és fogalmam sincs arról, hogyan kerültem föl erre a levelezési listára, egyetlen módon tudok segíteni. 40 liter végül is nem olyan sok. És mivel fölnőtt férfi ember módjára táplálkozom, kiárok majd tojni az említett földre, és alig egy hónap alatt pótolhatjuk a veszteséget. Várom a pontos címet, László.